Yet the kívek ott nem keresztül útra, gondoljunk a szenvedő úrunkra, öleljük át véres kereszt fáját, sírassuk meg keserves halálát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és végtelenül kegyes és irgalmas Isten, én szegény és méltatlan teremtményed, mély alázattal földre borulok, és imádlak téged, Uramat, Istenemet. Hiszek te benned, remélek benned, mindenek felett szeretlek téged. S azért szívből bánom, hogy téged, az egyetlen és legfőbb jót valaha megbántottalak. Bűnbánó lélekkel akarom ezt a keresztúti áltatosságot végezni a te nagyobb dicsőségedre és lelkemnek üdvösségére. Részesíts, Uram, kérlek, a szent búcsú kegyelmében, amelyet felajánlok a magam lelkéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Szűz Mária, fájdalmas anyja, légy velem és segíts, hogy szent őrző angyalom kíséretében méltóan járjam isteni fiat keresztútját. Elhangzik a kegyetlen ítélet, kín halálra dobnak oda téged. Hátok alatt nyögtünk, szeretetből te halsz meg helyettünk. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus, és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó, basáskodó uralkodásra, ítélkezésre, zsarnokoskodásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára, szereteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom, én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam érted és értünk. Mi atyánk, könyörülj rajtunk, Uram! Vállaidra vetted a keresztet, árva szíved, ó, hogy sajog reszked, ezer bűnünk iszonyatos terhe, nehezedik súlyos keresztet. Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a keresztet lárva, megváltoztad a világot.
Minden családnak van saját keresztje, minden családtagnak is van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordani? Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elfogadása. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle. De hát nem azért helyeztél ebben a családba, hogy idegen elzárkózzak mindentől, ami számomra kellemetlen. Sőt, azt akarod, hogy veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent. Üdvözlégy Mária! Köszönöm, Mária. Az könyörülj rajtunk, Uram! Meginogom keresztvérző vállán, összerosvad az ártatlan bárány. Ó, boruljunk mi is féle borba, hiszen a mi bűnünk terét hordja. Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az élet terhe engem is földre sújt. A család is néha nyomasztó teher, és én is hányszor vagyok teher családom számára. Ha mellettem elesik valamelyik családtag bűnével, gyarlóságával, olyan nem tekintek rá úgy, mint a farizeus? Én bezzeg nem vagyok ilyen. Saját maga okozta, viselje is a kínját. Meglátom-e, hogy benne Jézus te estél el? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta, még ha a családi kötelék nem is indított volna együttérzésre. És amikor én esem el, mennyire várom, hogy felsegítsenek? Hogy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamba bűnérzetével, mondván, hogy én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek. Segíts megérteni, Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább családunk keresztútján sem. Mi atyánk, könyörülj rajtunk, Uram! Fájdalmas jaj, szívet épül átvány, a tűz anya Jézus kereszt útján, vészen szívét elönti a bánat, zokogva megy Jézus te utánat. Negyedik állomás, Jézus szent anyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Az anyák fájdalmának állomása ez. Az anyák titkának állomása ez. Az anyák sorsának megszentelése ez az állomás. Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozta a világra. De fájdalma örömre fordult, amikor meghallja gyereke sírását. Ez az első titka az anyának.
Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy mások bántják a gyermekét. Úgy tud mellettük lenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyereküket. Nem csak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor se hagyják magukra gyerekeiket, lélekbe utánuk mennek, és elsőszorra visszafogadják őket. És ez az irgalmas, megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne üljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele. Mária. Könyörülj rajtunk, Urunk! Drága Jézus, erőd egyre lankod, kényszeredve Simon segít rajtod. Ó, ha tudná szenvedése titkát, de nagy szívvel vinné szent kereszt. Ötödik állomás, Szirena és Simon segít vinni Jézusnak a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Ez a családapák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége az Isten szemében is nagy jelentőségű, hiszen a Teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg, hogy nem csak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Szirena és Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg. Ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyerekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomába. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyerekei legdrágább kincsével és jövőjüknek legfontosabb mozzanatával is törődik, a gyerekei lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a keresztől nem szabad vonakodniuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, könyörülj rajtunk, Uram! Veronika, közeledik hozzád, kendőjével törli véres ohorszád, csodaképet a jutalom érte, szent arcodat lelkünkbe is vér. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus. A kendő állomása ez.
a leleményes szereteté, a Krisztus arcére másoló szereteté. Nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök. Itt egymásnak kifejezzük, jelezzük. Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, hogy családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük. A szeretet leleményes, hirdeti Szent Pál a korintuszi levelében. Csak ne legyünk érzéketlenek mások irányt, csak nem rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. Ne sajnáljuk egymásról a kendőnyi időt, szeretetet, hogy Krisztus arca kirajzolódhasson lelkünk kendőjén. Könyörülj rajtunk, Uram! Üdvözd légy, Mária! Könyörülj rajtunk, Uram! Agyon kínzott, gyötött teste gyönge, másodszor is leroskod a földre. Új estednek okaja én voltam, bűnből bűnbe annyit buktácsoltam. Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A viszonzatlan szeretet titkának állomása ez. A viszonzás nem váró szeretet titka ez. Nem a kamatozó szereteté, hanem a pazarlóé. Hányszor nyomnak földre azok a fájdalmak, amelyeket szeretteimtől kell elszenvedni? Mert ha még ellenségeim tennék ezt velem, azt még elviselném, mondja a Zsoltáros is, de hogy a barátaimtól, sőt családtagjaimtól, az lesújt újra. Sokszor fáj a viszonzatlan szeretet, a hálátlanság. A gyermek részéről elfelejtett sok-sok szülői áldozat. Az évtizedek együttléte után eldobott házastársi hűség. A magukra maradt idős apák és anyák reménytelensége. De Jézust is éppen azok hagyták el, akiket szeretetével legjobban kitüntetett. Ő is beleroskadt, de aztán újból felállt és továbbment, hogy megtanítson arra, hogy a szeretetért sohasem várj hálát, viszont szeretetet, mert a szeretetet nem kamatoztatni kell, hanem pazarolni. Mi atyánk, könyörülj rajtunk, Uram! Az út mentén könyvvirágok nyílnak, Jeruzsálem leányai sírnak. Ó, nem elég itt a sírás sívás, megtört szívet keres a Mesiás. Nyolcadik állomás.
Jézus szól a síróasszonyoknak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A könnyek hatalmának állomása ez. A sírás titkának megfejtése hangzik el itt. És ez nem csak az asszonyok privilégiuma, sírjatok magatok is gyermekeitek miatt. Magunk miatt, mert hűtlenek voltunk Istenhez, mert hűtlenek voltunk társunkhoz, mert nem szerettük eléggé a ránk bizottakat, mert saját vágyainkat akartuk mindenáron megvalósítani, mert féltünk önmagunkat egészen odaadni. A gyermekek miatt, akiket nem vállalt világra hozni az édesanyjuk, akiket eldobott, elhagyott az önzés vagy félelem, akiket nem vártak szeretettel a szülők, akiket most sem szeretnek a családban, akiknek lelkével nem törődik senki. A könny nem szégyelni való dolog, hanem nagy titok. Az anyák könnyét még Isten is engedi maga fölé hatalmasodni, és nem csak az anyákét. Üdvözlégy Mária! Könyörülj rajtunk, Uram! Ó ég, Uram, újra harmadszorra, erőtlenül leroskod a porba. Ó hírai, könyörtelen vernek, vonzolj tovább iszonyatos terhet. 9. állomás, Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A legsúlyosabb elesés állomása ez. A másokat is magával rántó zuhanás veszélye, és a legkeményebb, a legmélyebb pontról való felkelés titka is. A szenvedélyek rabságának keresztjét egyre több embertársunk és vele családja is hordozza. Legyen az alkoholista vagy a kábítószer rabja, de az önpusztító játék szenvedély és a legfontosabb szeretett kapcsolatokat zúzza szét és rántsa magával anyagilag, sőt erkölcsileg is a családot. De a legreménytelenebb helyzetből is van kiút. A harmadik elesésedből való felállással biztat minket erre, beléd vetett mély hittel és bizalommal, beléd kapaszkodva mi is fel tudunk állni. De adj erőt a családtagoknak is, feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek, szülőknek, hogy ne hagyják magukra a gyengét, elesettet. Ne taszítsák ki a család védő szeretetéből, hanem együtt álljanak vele. Mi atyánk, aki a mennyen, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a tartozatokat, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk a fájdalmunk vétkezőknek. Könyörülj rajtunk, Uram! Leszagadják testedről a köntös, minden sebből új vérpat a köntös. Látszó légő sebeit szent vére, legyen gyarló lelkünk üdvössége. 10. állomás, Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
Nem csak a ruhátlanság megalázottsága, nem csak az önmagunkból való kivetkezés, de az önmagát elosztó szeretet állomása is ez. Micsoda szégyen a ruhátlanság szegénysége, a kiszolgáltatottság tehetetlenséget, a divatozás által pedig éppen az ilyen elesetek iránti érzékünket veszítsük el. De micsoda lelki szegénységre val az önmagát lemesztelenítő szemérmetlenség, vagy az önmagából kivetkező erőszakosság, az önmagának csak megvalósítani akaró önzés, önteltség is megfosztja az embert önmagától. És nem marad mit adni. Semmit sem ad, aki mindent oda nem adott. Jézus mindent odaadott, még utolsó ruhadarabját is. Az igazi szeretet nem méricskél. Boldog házasság és család is ott terem, ahol a másik, ahol mindjárt másikot akarják elsősorban boldoggá tenni, és nem saját boldogságukat keresik csupán. Üdvözlégy, Mária! Könyörülj rajtunk, Uram! A keresztre szegezik szent testet, fájdalódunk, szívünk borzad rehetket. Roskodj össze, kereszt kemény fájó, ne légy Jézus, kín halálos ágya. 11. állomás, Jézust keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szaút állomása ez. Az összetöretés titkát szegezik ki, hogy mindenki lássa, ez a család és minden közösségi élet alkotmányának legfőbb paragrafusa. Keresztre szegezetnek lenni egyenlő, elkötelezetnek lenni. Véglegesen egymáshoz szegezetten férj és feleség, mint Jézus és a kereszt. A nincs visszaút legfőbb biztonsága. A megtartó szeretet legnagyobb erőforrása. Keresztre szegezetnek lenni egyenlő azzal is, hogy családunk közös meggyőződését vállalom és megvallom, abban hűséggel kitartok akkor is, ha hátránnyal jár, akkor is, ha szembe kell menni az egész világgal, akkor is, ha lenéznek érte, vagy maradinak tartanak, akkor is, ha bolondnak tartanak. Jézus számára sem volt visszaút, mert ahogyan élete másokért való élet volt, úgy halálát is másokért értünk vállalta. Ez a krisztusi alkotmány legfőbb paragrafusa. Üdvözlégy, Mária! Könyörülj rajtunk, Uram! Ó, keserves, rettenetes óra, szikkadt ajkad, nyílik végső szóra, visszaadva atyádnak szent lelked, vérző fejed halálba csüket. 12. állomás, Jézus meghal a kereszten. A halál titkának feltárulkozása ez az állomás.
A szeretet erős, mint a halál, sőt annál is erősebb. A szeretet, a szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság. A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az időskor a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. De a váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála szörnyen felháborít, értelmetlennek látszik és lázadunk. Vannak családok, akik a gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől, vannak kultúrák, amelyek ki akarják itatni a halál valódiságát az életükből. De csak egy jó megoldás van, szembenézni vele és felvállalni Krisztussal, akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretet kapcsolatban, sőt, Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mely a halálnál is erősebb és tartósabb. Krisztus halála a mi feltámadásunk. Mi atyánk, könyörülj rajtunk, Uram! A keresztről Jézus drága testét, édesanyja karjaiba tehették, nincs a földön annyi tengerbánat, mint amennyi szent szívében támad. 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és anyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által. A gyermekét elvesztő anya állomása ez. A természet rendjét felforgató titok. A keresztről való megszabadulás mégsem a végső megoldás. Az élet rendje szerint úgy kellene, hogy történjen, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket, és nem fordítva. Mégis hányszor felforgatja a kíméletlen halál ezt a rendet? Hány édesanyja tartotta már karjában gyermekét Mária óta? E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz. A halált tartani ölünkben, ahonnét az élet fakad? Csak isteni magyarázat van rá. Nem hal meg örökre, fiad él, fel fog támadni. Ez az isteni válasz. Sokszor megszabadulunk a keresztül, de mit sem használ, ha halálfogjai maradunk. Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik. Ez a többre vágyás ki nem olcsátok lelketekből, gyermekeitekből. Üdvözlégy Mária! Könyörülj rajtunk, Uram! Szent asszonyok, tanítványok sírva, Jézus testét leteszik a sírba, mint a kenet édes illatárja, úgy kísérje szívünk hőimája. 14. állomás. Jézus sziklasírba temetik.
Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A sírok titkának állomása ez, a földbe hulló mag bátorságának titka ez, az Isten hallgatásának beszédes üzenete ez, a sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja a bent lévő és a kint lévők egymás felé vezető útját. A kő elhomályosítja a látást életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk. Erősen próbára teszi hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről. Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, odaadja addigi életét. Szeretteink halála csak innét nézze vesztesség, onnét az új élet gazdagsága. Legyen bátorságunk Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki benne hisz, nem hal meg örökké. Egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag távol van, de valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, amikor soha nem tapasztalható új titkokat tár föl hallgatásában. Üdvözlégy Mária! Könyörülj rajtunk, Uram! Jézus Krisztus, mindenség királyom, üdvünk lett már, szent keresztet fájom. Ott, hogy mindig csak nyomodban járjunk, s egykor mennyben mindörökké álljunk. Jóságos Uram, Jézus Krisztus, szívemből köszönetet mondok nagy irgalmadért, amelyet a keresztút alatt velem gyakoroltál. Felajánlom áltatatosságomat, keserves kínszenvedésed és halálod tiszteletére, bűneim bocsánatára és a megérdemelt büntetések elengedésére, a tisztító helyen szenvedő lelkek segítségére és vigasztalására. Végül alázatosan kérlek, ne engedd, hogy drága szent véred, kínszenvedésed és halálod kárba veszten az én szegény lelkemen, hanem fogadj be majdan az örök boldogságba. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Most segíts meg, Mária! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.